A lényeges kérdések már az utolsó forduló előtt eldőltek a Nógrád megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. A megye egyes bajnokságot veretlenül a Balassagyarmat nyerte meg, a második helyen pedig a Cered zárt. Egyedül a bronzérem sorsa volt még kérdéses, amelyért az SBTC és a Berkenye küzdött. Ráadásul a harmadik helyről a rangadónak számító SBTC Cered mérkőzés döntött. A találkozó első félidejében jobbára mezőnyjáték folyt. A fehérmezes SBTC több helyzetet alakított ki, de a Cered csapatának is akadtak lehetőségei. A hazaiak a sok elpuskázott helyzet után csak a mérkőzés végén a 90. percben tudtak betalálni. Egy szép támadás és nagy védelmi hiba után Kalácska Csaba lőtt gólt közelről, így ha nehezen is, de az SBTC győzött és ezzel a harmadik helyen zárta a bajnokságot. Nem volt meg a ritmus, tehát azt hiányzott az első fél időben főleg, hogy igazából nem gyorsítottunk rá a középpályán rendesen, hanem kicsit lassan játszottunk ott, keveset vittük ki a szélére a labdát, tehát az, ami ennek a csapatnak az erőssége volt az egész szezonban, hogy a szélső játékosaink gyorsak, és oda meg tudjuk csinálni a 2-1-eket, és oda be tudjuk játszani a labdát a védelem mögé, és az abból bejövő labdából rengeteg gólt szereztünk, igazából az maradt el. Ez egy olyan mérkőzés volt, 50 fok volt, nagyon meleg volt, próbáltuk lassítani a játékot, próbáltunk saját térfélen védekezni, és a megszerzett labdákból kontrákat vezetni. Én azt gondolom, hogy ha ott 0-0-nál, abból a három kontránkból berúgunk egyet, akkor a Stéci soha nem nyer. Az előző szezonban a Cered lett a bajnok, most viszont 10 ponttal lemaradva a Balassagyarmat mögött, a második helyjel kellett beérniük. Végig a 4-3-3-ra építem fel a csapatomat, azért mert minimális edzésmunkánk van, sajnos a pálya az ugyanakkor, mint a Barcelona pályája, majdnem mindenhol, az idő az ugyanúgy 90 perc, tehát alapú pozíciós játékot kell egy ilyen amatőr csapatnak játszani, minél kisebb területeket kell befutni, úgyhogy ezért ez a 4-3-3 egy tökéletes plusz, nekem óriási szerencsém van, hogy megvan hozzá a játékos állományom is. A Ceredi csapat alapembere Olá Teofil sérülés miatt szinte az egész tavaszi szezont kénytelen volt kihagyni. A tavalyi szezonban tudtam játszani, az ősziben, most a tavasziban már nem nagyon sérülésem volt, aztán műtöttek, nem igazából vagyok még 100%-os, egy mérkőzésen tudtam szerepelni, természetesen mindenhová elkísértem a csapatot, és szurkoltam minden mérkőzésen neki. Sok fiatal játékos játszik az SBTC-ben, és ez a rutintalanság olykor meglátszik a csapatjátékán. Az első félidő nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Igazából támadgattunk, voltak lehetőségeink, de nem azt játszottuk, ami előzetesen meg volt beszélve, ez a széle kivitt játék, ugye a szélsők, gyors szélsőgén kihasználását. Hát a félidőben elég komoly fejmosást kapott a csapat, és én azt mondom, hogy azért ez látszott a második fél időből, hogy egy kicsit rátettünk egy lapáttal. Sajnos az utolsó passzok most nem jöttek össze, pontatlanok voltunk a végjátékba, és pont ez a helyzet kihasználás. És amikor már ott kell higgadtan, oda elérünk a 16-osig, elérünk a kapuig, megvannak a helyzeteink, ott kellene még az a higgadság, meg az a pici plusz, ami a befejezéshez kell. Az eredményesség érdekében Szabó Gáborék szezon közben formációt is váltottak, és átálltak a 4-3-3-as felállásról. Átálltunk egy 4-4-2-es játékrendszerbe, játékrendszere pont azért, mert igazából minden csapat, azt lehet mondani, itt két-három csapat kivételével mindenki a védekezésre helyezi hangsúlyt ellenünk, és ugye ezt nagyon nehéz áttörni, tehát ott az egy támadó, tehát az egy belsőjék az kevésnek bizonyult, úgyhogy a váltás után hál' Istennek nagyon jó jöttek az eredmények. Ezt az is mutatja, hogy a bajnokságban a Balassagyarmati 2-1-es vereség után Zsinórban 7 mérkőzést megnyertek. Adja magát a kérdés, hogy a következő szezonra milyen típusú játékosokkal kell megerősíteni az SBTC keretét. Támadó játékosokat szeretnék igazolni, mert igazából megmondom őszintén, hogy kevés a támadó ebbe a csapatba, tehát ugye voltak ilyen szükségmegoldások, tehát sokáig a Bakos Bence, ő igazából szélső játékos, tehát ott tud a legjobb teljesítményt nyújtani, nagyon sokszor be kellett tennem a tengelybe oda közepére előre. A megyei Magyar Kupát és a Nógrád megyei első osztályú bajnokságot is a Balassagyarmat nyerte meg. Az NB3-ba való feljutásért azonban még meg kell küzdenie Kiskároly csapatának, és ehhez a Tisza-Kécske együttesét kell két mérkőzésen felülmúlni.